Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok! Én meggyőztem a világot. János evangéliuma, 16. rész, 33. vers. Ezt a festményt egy fekete-fehér fénykép ihlette. Megérintett, ahogy az a madár tűri a hideget, lehajtott fejjel. Viszont magában az a fekete-fehér fénykép olyan szomorú volt, nem volt benne reménység. Olyan érzésem volt, amikor ránéztem, hogy nehéz ez az élet. Tény és való, hogy az élet nem habos torta, bár vannak ilyen szakaszai is, de egészében véve nem az. Mégis a festményt úgy szerettem volna megfesteni, hogy legyen benne valamilyen reménységre utalolnom. Ekkor jött az ötlet, hogy a korlátot és a madarat színesre kell festeni. A madár számomra azokat az embereket jelképezi, akik szeretik az urat és bíznak benne. Ő pedig bennük él, ezért színesek. Nehéz a hívő embereknek az élete, sok támadás éri őket, de dacolnak a körülményekkel, és az Úr segítségével kitartanak. Amen.